lehet beszélgetni komoly dolgokról, úgyhogy ne legyen halálunalmas. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Igen. De hogy is kell közös videót csinálni? Fingom nincs. Igen, szóval sziasztok, én vagyok, ő pedig itt kedves Nana barátném. Sziasztok! Akit már rég szerettem volna bemutatni nektek, mert igazából... Hála. Hagyjuk a hátteret, jó? Felejtsük el! Nem való nekünk a háttér, elég színesek vagyunk mi is. Na, ennyi. Ja. Én a lelkünkről beszéltem. Bocsánat. Meséljük el szerintem nekik a csodálatos kávézásunkat. Én úgy érzem, hogy ez mondjuk egy jó felvezetés a dologra, mert ott is egy kicsit különcnek éreztük magunkat. Kicsit. Mikor megpróbálod sznobul inni a ásványvizet, mert nincs másra pénz. Nem tudom, hogy ez a vicc, hogy megpróbálod, vagy hogy sikerül is. Igen. Az volt a durva, hogy nekem fel se tűnt, hogy itt mit teszek magammal. Megigazítom a hajam. Szóval, elmentünk együtt. Gondoltuk, hogy beülünk kávézni. Egy probléma volt ezzel, hogy egy szép kávézót néztünk ki, nem egy putrit. Igen, szóval, hogy nem az ilyen nagyon nyomi kávézóba ültünk be, hanem én kinéztem egy helyet, ami közel van hozzám, az még talán úgy egy megfelelő info nélkül, hogy stalkoljatok. Holnap már kopognak az ajtón. Te vagy ez a videós! Szóval igen, beültünk ebbe a kávézóba, nagyon-nagyon szép, de amúgy nem is szép, hanem ilyen vintage. Igen. Ja, szóval, igen, tehát azért választottam, nem azért, mert láttam a Dellát kiesni az ablakon, hanem... gyémánt csillár. Igen, meg ilyen téma, szóval így képzeljétek el, nekünk az már a másik, tehát hogy az... Nekünk már ez is sok volt, maradjunk majd a következő életünkben. Ja, vagy legközelebb csak azért is tudom, mert őt is lefizetjük 400 forintot. Igen, szóval ő ivott egy kávét, én vettem egy ásványvizet és egy salátát, mert gondolván én hülye gluténérzékeny ember, hogy ha nincs odaírva, hogy kenyér van hozzá, akkor nincs hozzá kenyér. Kis naiv. Hülye voltam egyébként, nagyon durván. Mondtam én, hogy a cölibe menjünk. Na mindegy, hogy jó élmény volt, szóval ezen téren nem bánom. Ja, alig járattam le magam amúgy. És te együtt járattuk le magam. Ez mennyire romantikus. Szóval... Az egész az volt, hogy először kihozták ugye kenyéren a először kajámat. Először kihozták a kávémat. Valóban igen, és megpróbáltam megcukrozni. Megpróbáltam, tudjátok, ez a szép nagy cukorszóra, amit így meg kell dönteni. Itt volt a bögrém, én öntöttem, itt volt a cukor. Nem működött a dolog. Nem jött össze, és én ezt végignéztem, és nagyon nevettem. Nem láttad, már megbeszéltük, hogy nem láttam. Ó, tényleg bocsánat, én nem láttam, én most ahogy igazítom a... Hogy úgy nézzen ki, mintha ez valóban egy szép lila kanapé lenne, jó? Nem egy ilyen dolog. Nem, ez egy lila kanapé. Igen, így van, és ez meg direkt egy húzat rá, ez nem egy pokra. Szóval, igen, először megpróbált inni kávét, ami nem jött össze. És így próbáltuk a bizonyítékokat eltudni utána, ami egy ilyen 3 kiló cukor az asztalon. Majd a földön, a tárcán, amiben kihozták, így finoman rátettem a szalvétát, mintha nem lenne ott. Nem történt semmi. Nem. Alapjáraton egy kicsit furán nézett ránk egyébként a pincér, mármint, hogy volt egy ilyen hangulata. Igen. Nagyon érdekes ember volt, inkább úgy mondanám, hogy nem lehetett eldönteni, hogy a viselkedése az inkább ilyen irónia. Vagy kedves. Így, igen, tehát ilyen nagyon-nagyon fura, meg a kérdései is olyanok voltak. Nem tudtad, hogy ő most tényleg azt kérdezi, hogy minden oké-e, vagy az, hogy reméli, hogy nem. Reméli, hogy meghalsz. Igen, körülbelül olyan volt a dolog. Na, igen, szóval megkaptam először a rossz salátát, akkor ugye ment a hiszi, hogy de ne haragudj, én ezt nem tudom megenni, aztán így nehezen kihoztak egy másikat. Ja, vártuk, hogy vajon csak lepiszkálja róla a kenyérbe. Igen, szóval direkt figyeltük, hogy hova megy a saláta a régi, és igen. Megtörténik-e a dolog. De szerencsére még a tányér is gluténmentes volt. Igen, külön kiemelte, hogy a tányéron az csak minta, és az nem glutén. Mert egyébként a glutén az ha végül is pont úgy nézett ki, mintha az egész tányéron ilyen kis, mi ez a kenyérnek a széne, a héja. Igen, tehát ilyen kicsi kenyérhéjak lennének, de egyébként, mint kiderült, az nem ehető, meg nem lehet leszedni. Figyelj, meg lehetett volna próbálni megenni. Ugye? Baszki, tényleg, annyi pénzért hülye vagy. Aztán megkaptuk a salátánkat, vagy hát az enyémet, amit ő igazából nézett, de nagyon érdekes látvány volt. Szóval cicahányások a szélén, nagyon tetszett. Igen, ilyen kis, igen, de tényleg úgy nézett ki, mint amikor a macskám hány, és így ott volt a szélén ilyen négy dolog. Ez mi volt?
Nem tudom azóta sem. De éreztem benne mogyorút. Figyelj, a jobb helyeken olyan kevét szolgálnak fel, amit előtte kiszert a macska. Igen, szóval lehet, hogy akkor tényleg macskahányás volt, ilyen újrahány macska izé. Nagy nehezen aztán magamba nyomtam a dolgot, és próbálva menteni a helyzetemet pár ironikus kérdés utána az embertől, hogy elmegy. Igen, finom volt. Fáj a hasad? Minden rendben van odalent. Mondtam, jó, hagyjál végén. Akkor úgy döntöttem, hogy adok neki egy kis plusz pénzt, mert ugye ilyen tök menő, mint a rendes éttermekbe jöttek ezek a... Mik azok? Füzet, vagy nem, igen, nem tudom, egy füzetkébe kell belerakni a pénzt, és akkor beleraktam, és hozta volna vissza a visszajárót. Ja, meg természetesen elmagyarázta a blokkokat is, mert látta rajtunk, hogy reménytelenek vagyunk. Tehát így... Igen, kicsit se volt feltűnő. Szóval ezután történt az, hogy mondtam neki, hogy nem kérem a visszajárót, az kb. Ilyen 320-340 forint volt. Kenyérre lehetett kenni utána, gluténmentes kenyérre a srácot. Hirtelen azt mondta, hogy jaj, a legközelebb is gyertek. Lányok közel laktok? Igen, lányok közel laktok. Mondtam, hogy igen, én eléggé közel lakom, és kb. Rámutattam a lakásomra. És én mondtam, jó, akkor gyere többször. Megjegyezlek a szép hajadról. Igen, igen. Meg hogy megjegyző, hogy érzékem vagyok, többé nem hoz nekem izé gluténos salátát. És így nézek rá, mondom. És én még azt hittem erről a helyről, hogy ez egy ilyen kis menőhely. Aztán 400 forinttal fizettem be a csávót, hogy kedves legyen velem. Mondom, ha ezt tudom, akkor előre szólok neki, hogy hagyok borravalót. Lehet megúszom volna pár kellemetlen pillantást. Meg ha simog a test. Igen, igen. Igen, megsimogatta a hasát. Mondom, úrita, hagyjál már, úrita, nagyon creepy. Jó, még egyszer majdnem belefulladtam. Megpróbáltam enni, nem sikerült. De utána, amikor mentünk ki, külön köszönt nekünk, úgyhogy... Igen, igen, külön köszönt nekünk. Az a 400 forint megtette a hatását.